csak a potya utas. Peti! Biztos ma is rohadt jó időt fogunk ki. Biztos, hogy nagyon meleg lesz. Milyen érdekes járművek vannak itt, ez a sok horvát rendszám. El. Megyek veled, gyere, felveszlek! Sok a gyalogos, hagyjad! Igen, meg lejt az út is! Nem akarok senkit inzultálni. Nem hát. Ez egy oldtimer találkozó, főképp motoros találkozó, de vannak itt kocsik. A horvát határ mellett vagyunk, és perlog, vagy prelokhoz mennek perlakra a tóhoz, át Horvátországba. 10 óra van, kb. 1 órára fognak visszaérni. Most indulnak el felvonulni, úgymond erre a túrára. Mi meg most fogunk majd bemenni az erdőbe. Visszajövünk majd, amikor ők is visszaérnek kb. 1 órára. A Harley érzést sose akarom megtapasztalni. Gyerünk, gyerünk! Várjál! Várjál, felveszi, várjál! Na, még egyszer! Jöttek! Megjelent a semmiből. Abból valami nagyon folyik. Ömlik belőle a benzin. Nem magyar volt, de mondtam neki, hogy ömlik belőle a benzin, azt mondja, tudom. Akkor jó. Nem van itt téve. Megyünk a műhelyet vissza. Na, megyünk be a erdőbe. A túrázók elmentek prelogba, perlagba. Aztán majd visszajönnek mi is. Akkor talán visszaérünk. Ha meglátjuk, hogy beszarolunk-e az erdőbe. Zsa. Sziasztok srácok, második nap szombat. Ma már a DSZ-vel vagyok. Jó, szerencsénk van, mert irdalmatlan meleg van. Többen is vagyunk, kíváncsi vagyok, hogyha esetleg lecsatlakoznak el rólunk a srácok. Előre mennél oda és megállnál, ahol elfordulnak? Beállok ide a fa alá. De érdekes, hogy itt is így van telefon, meg posta. Ki akarták próbálni a motoromat, Oli elkérte. Úgyhogy én az ő serkóját kaptam most meg. 454 T, azt hiszem. 16-os. Mi? Nem vagyok ilyen, amúgy se szoktam. Tegnap 10-en indultunk. Egy motor összetört, egy beta. Ronié összenyomta a leemlőt. Nem tudott tovább menni, ő inkább kiment. Vele visszament egy térsérült srác, Dávid. Aztán utána volt egy esés, akkor elmentek még hárman. Úgyhogy öten maradtunk, felmentünk a kilátóhoz, megpihentünk, és utána még mentünk tovább. 10-kor indultunk, olyan este 7-re értünk vissza. Elég fárasztó volt, úgyhogy én ma inkább próbálok nagyon koncentrálni. A másik, hogy
tegnap amennyit csak lehetett pihentem. Ettem sokat, mert amúgy tegnap nem ettünk szinte semmit, csak rengeteget ittunk. Annyi, hogy tegnap majdnem úgy nézett ki, mintha esni fog, ezért nem volt olyan nagy meleg, mint szerintem amilyen meleg ma lesz. Köszi! Korai volt még, bátya! Peti, gyere fel itt! Peti, gyere fel itt! Fordítsd el! Dehogy nem! Jó, megpróbál, elment! Úgy, ahogy mindannyian. Eljössz ide, nagyon lassan, leengeded az elejét, hátra tolod magad, lejössz. Belejössz a vízbe, és próbáld meg egyesbe elkapni azt, hogy ott megindulni felfelé. Ha nem sikerül, akkor jövünk. Jó lesz az. Várjál, mert őt húzzuk el. Itt megyünk, most mondták, itt megyünk, is mondták, hogy menjünk vissza ugyanitt majd. Jó, mindenki jó. Nem vicceltem. Akkor eldobom a kártyát. Hol jobb, ott vagy ott? Hol jobb, itt vagy itt? Meg. Ma nem mondtam, de a kamerában a magasság különbséget azt nem látni. Azt a k***va. Hihetetlen. Hát ez kerülős lesz. Adjál madzagot! Adjál madzagot! Add ide! Gyere fel a tuskó fölé! Add ide a piros végét! Gyere!
Mit csinálsz? Beláthattam egy ilyen gyökért a lábasztus. Itt az a gyökér. Kijöttünk az erdőből. Valószínűleg most van az, hogy elmegyünk megnézni a Stunter show-t. Aztán megkajálunk, és folytatjuk. Igen? Ott egy fát, sokkal, hát leállj meg így! Tűzoltó show van, felgyújtottak egy kocsit. Nem sok érdekeset látok rajta tovább venni, mert locsolják, meg mindjárt engem is lelocsolnak. Megyünk tovább motorozni, azt hiszem felmegyünk a hegyre, ott megülünk, picit megpihenünk, mert nagyon meleg van. Kicsoda? Ha. Milyen Ákos? Ő nem jön, nem? Mi? Ákos nem jön. De jön, megyünk ki a hegyre. Én úgy tudom, hogy ő nem jött. De jön. Elkérték a DRZ-met, most egy ideig megint a TM-mel megyek. Megint itt fog lemerülni a súrron! Na kerüljünk akkor itt. Nem. Miért? Vagyis azt akarom kérdezni, nem, akarod még, nem akarsz még vele menni egy kicsit? A DRZ-vel? Ez a 250-es akkor. Nem, ez 300-as, csak olyan izé. Ja, jó van. De nagyon bolond amúgy. Ez 19-es. Brutál. Thank you.
Szaunában vagyunk, azt úgy próbálunk motorozni. Jeleztem, hogy nagyon sok lesz a lihegés, elnézést érte. Azt se jeleztem, hogy mindenféle motorral fog menni, össze-vissza cserélgetjük. Meg azt se, hogy a magasság nem látszik a kameraképen. Hát, az csak küszködés lesz, ha én lemegyek oda. Az csak küszködés lesz, ha lemegyek oda. Le akarsz menni? Oké, akkor cseréljünk, persze. Kicsit kemény a gumi, mert 9-en van. 9-en van a gumi. Mert hogy nem, Dávid állítása szerint rossz a belső méret, és azért esik le a ráfról a gumi. Sebességbe hagytam. Olyan jó lentkerés új lehet rajt, mert egy csomó motor szerintem már bevőfegyed volna. Aha. Akkor jó, mert nagy lánckereket tettem hátra. Menjünk. Ezek szerint Antinak, mennyivel magasabb ez bazeg. Azt a pozitív élmény Antalnak. Kész! Jó az! Jobb, mint új korában! Hogy? Nem, mert ebből fa lesz! Majdnem neki mentünk ketten is a fának emiatt.
És én ezt hogy tegyem egy tehát? Segítesz? Ugyanaz a probléma. Iha. Nem fogom tudni egyedül felhúzni. Hányszor halljak még meg ma? Ez... Ó, betapad, jó lesz az. Jó a DRZ, meg ilyenek. Aha, látom. Nem tudom. Bazd meg, beszorult. Nincs hisztifő, jöttem vele. Igen, jobb tempóval indultál. Jót fogja. A gazdája nem fog jót. Elhajlott a fékpedálom. Te akarod hazahúzni? Te akarod hazahúzni? Tényleg? Itt van a kötél. Ő nem jön? Nem, nem tud. Meg. Ez most miért kellett? Megint fogy a társaság. Van motorhibánk. Szurronhibánk. Vontatás lesz. Én nekem elhajlott a hátsó fékpedálom felfelé, így használhatatlan. Aztán elment a ventilátorom. Most ketten elmennek, nem sokan maradunk, hát meglátjuk. Mi a baj? Hűlt akad a tartaj. Mit? Hűlt akad a tartaj. Azt nem tudom, hogy olyan lehetséges. Ezt látnom kell. Középre nem lehet? Mi? Ja, látom. Akciós a surron. Na, akkor elmegyek a kocsiért, aztán eljövök Ákosért, mert valami történt a surronnal. A surronnal. Azt hiszem az égszíje van gond a hajtással. Kellemesen elfáradtunk két nap alatt, most még ma bulizunk egyet, összeülünk, kajálunk, piálunk, megpihenünk. Azt mondták, képzeljétek el, hogy ez a társaság az szokott járni Erdélybe, és hogy a sziklás köves részen nem olyan rossz a helyzet, mint itt, amikor sár van. Úgyhogy jó nap volt, nagy probléma nem történt, nagy hiszti nem történt. Volt azért, amit nem tudtam én sem megcsinálni, de igyekeztem. Ezt ennyit dicsérnek a fiúk bennem, hogy legalább csinálom, meg küszködök. Hát amikor elfogy a levegő, most azért szaunában vagyunk, teljesen. Azért azt szoktam, hogy megállok, kifújom magam, mert egyszerűen nem mozognak a végtagok, nem kap semmilyen izom. Oxigént, aztán olyankor nem tudod használni. Kézgörcsölés, minden van olyankor, ez elég fájdalmas. De amikor így megállsz, átmozgatod, akkor utána jó. Igazából utána már nem szabad így erőltetni, ha már nem nagyon tudod mozgatni a kezed, mert sok értelme nincs. De minél többet csinálod, akkor
tovább és tovább írod. Ez olyan, mint amikor a víz alatt gyakorolod azt, hogy meddig tudod visszatartani a lélegzeted. Annyi, hogy mivel egyre idősebb vagy, egyre kevesebbet bír a tested. Itt a szívvel, meg a tüdővel van egy kis gond. Ők azért kapják az ívet. De hát ez benne van. Azon kívül, hogy összetöröl a motort, meg még a többi testrészed. De akkor meg nem tudod lenyomni a hátulját annyira, mint hogyha a nagy tartályt ráteszed a ülés hátuljára. Nem volt sok beszéd most a hétvégén. Így voltam vele, hogy megtartom a levegőt, meg az energiát. Kellett is. Szóval, amiket kipróbáltam, az 3-2 ütemű TM volt, 19-16-13-as, azt hiszem, de lehet, hogy nem pontos. Ugye itt a DRZ, ezt elég sokan ismerik. Aztán mentem egy Sherco-val, 450-2016, 4T. Hát most visszamegyünk simán a... Hát nem a szállásra, a szállás máshol van, ahol leszoktam pakolni. És akkor én leöltözök, és akkor a kocsival elhuppanak az Ákosért, hogy megállt a szúrönnye. Meg is vagyok lepődve a DRZ-n. Jót is tett az edzés a 3 TM-mel tegnap, meg ma még a Sherco-val is. Ma is mentem amúgy a TM-jével Antinak. Nagyon csibész. Az is 300, az volt a 19-es, azt hiszem. Utána hirtelen, amikor átültem a DRZ-re, az tűnt fel a TM után, meg a Sherco után, hogy magas. Amúgy még szupermotóból is sok ennyit motorozni. Hihetetlen. Nem mondom, hogy nem vette ki belőlem az összes erőt, de én azt hittem, hogy nem fogom bírni végigcsinálni. Na itt ér véget a nap, srácok, a DRZ ismét kiszolgált. Volt Sherco, 3 TM, volt ma itt minden és tegnap is. Komoly hétvége volt. Nagyon élveztem. Örülök, hogy nem merült le a kamera. Köszönöm, ha megnézitek a videókat. Sziasztok!